Ніхто не думав, ніхто не бачив. Ukrán nemzeti színekben pompázó traktor közeledik az orosz nagykövetség pozsonyi épülete felé, hangszóróiból egy ukrán dalt harsogva. A Békét Ukrajnának nevű polgári kezdeményezés ezzel igyekezett borsot törni az orosz diplomácia orra alá. Azonban a nagykövetségiek nem vették magukra a megmozdulást, a belvárosi épület zárt kapuja mögött senki sem mutatkozott. A Békét Ukrajnának nevében Marian Kulich elmondta, határozottan elítélik az orosz ügynökök tevékenységét Szlovákiában, és ezért egy speciális kiutasítási művelet keretében felajánlják nekik, hogy a traktorral ingyen a repülőtérre szállítják őket, hogy elhagyhassák Szlovákiát. Csupán annyit kell tenniük, hogy bőröndökbe rakják a lehallgató eszközöket és a Putyin rezsim szlovák csatlósainak toborzásához használt kézikönyveket, mondta az aktivista. A traktornak egyébként különös szimbolikája van a háborúban, az interneten gyakran felbukkan egy-egy képsor, amint az ukrán gazdák orosz tankokat zsákmányolnak. Elvontatják a haditechnikát, amelyet a gyáva oroszok hagynak sorsára. Ezzel igyekeznek megakadályozni, hogy az orosz agresszor elfoglalja az országukat. Az ukrán nemzeti színekre festett traktor, amely mára az ukrán nép ellenállásának szimbólumává vált, néhány napig Oroszország pozsonyi nagykövetsége előtt áll majd.